Sziasztok! Ma vörös pandát fogunk rajzolni. Ez egy tündérjen aranyos állat. Ha láttátok a Pirula Panda című rajzfilmet, akkor abban a rajzfilmben is egy ilyen vörös panda szerepel, ugye egy 13 éves lány, hogyha nagyon izgatott lesz, vagy felidegesítik, akkor ilyen vörös pandává változik. Úgyhogy egy ilyen nagyon aranyos vörös pandát gondoltam, hogy ma rajzoljunk együtt. Kezdjük is az orrával a kezdjük a rajzolást, nagyjából a lapnak a közepénél rajzolunk egy pici kis görbevonalat, és akkor megrajzoljuk az alját. Ezt majd ki fogjuk színezni barnára, sötét barnára, és akkor most megrajzoljuk az orrának a tetejé ezt a kis görbevonalat, nagyjából így, és az orra alsó részéhez rajzoljunk egy egyenes vonalat, és most össze fogjuk kötni mindkét oldalról ezeket a vonalakat, körülbelül így, egyik oldalról, és a másik oldalról is. Ez jó, hogyha ez a két oldal nagyjából ugyanolyan. Most rajzolhatjuk a szemeit, viszonylag közel ehhez a felső vonalhoz, ehhez a felső görbe vonalhoz. A szemek, hát lehet kör, vagy pedig lehet egy picikét hosszúkásabb forma, olyan tojásforma, én most kört rajzolok. Körülbelül egyformának kéne lennie. És akkor rajzoljuk meg teljesen a szemét. Ide a belsejébe rajzolunk még egy kört. Ezt nagyjából középre rajzolom. És itt pedig ezt a kisebb kört úgy rajzolom, hogy picit közelebb legyen a bal oldalhoz, ehhez a vonalhoz. Jó. És akkor rajzolhatunk fénycsillanást. A többi részét pedig kiszínezhetjük, hát barnára vagy feketére, én most feketére színezem. És akkor kész is van a két szem. És akkor most lesz talán egy picikét kihívás ez a rajz, ugyanis most meg fogjuk rajzolni a fejének az alsó részét, a szemének az alsó részéből indulunk, és rajzolunk egy görbe vonalat. Fontos, hogy ez a görbe vonal, ez kb. Így a szemnek a felső részéig, vagy még a fölé is felérjen. Tehát körülbelül így. És a másik oldalon is rajzolunk egy ilyen vonalat. Hogyha elsőre nem sikerül, akkor semmi baj. Akkor lehet próbálkozni. Jó? Most hát én is radírozom ezeket a vonalakat. Mondjuk nem kell annyira szabályosnak lennie, de mondjuk az jó, hogyha nagyjából egyformák. A fejének a két oldala idáig fog érni. Nem a két oldala, igen, a két széle. Jó, és akkor itt lenn is nagyjából jelöljük, hogy mondjuk eddig érjen le. Ez lesz a fejének az alsó része, és akkor most kellene összekötni ezeket a vonalakat. Mutatom, hogy. Körülbelül így. És a másik oldalon is. Ott lehet radírozni. Erről az oldalról is ezt megrajzoljuk. Ez egy picit nehezebb talán ebben a rajzban, de ha elsőre nem sikerül, akkor nyugodtan lehet radírozni. Nem kell először annyira rányomni a ceruzát, és akkor nem látszódnak meg a korábbi vonalak a papíron. Jó, és akkor most ennek a belsejébe rajzolunk ilyen kis, hát mondjuk, hogy ilyen kis cikcak vonalakat, mondjuk így hármat, és ide is mondjuk hármat, egy, kettő és három. Hát három már itt nincs, itt kettő van. Jó, és akkor most megrajzolhatjuk a fejének a felső részét. Itt nagyjából megint érdemes berajzolni, hogy mondjuk azt akarom, hogy idáig, hát sőt, lehet egy picit még följebb is érjen a feje, és akkor elindulok innen, és összekötöm, és a másik oldalon is. Ugyanígy radírozok, hogyha nem tetszik, vagy nem sikerült, és így le. Kicsit csúcsos lett, sőt, azért is adíroztam itt ki a fejének a tetejét, mert ide be lehet rajzolni néhány ilyen kis csúcsos vonalat, hogy érzékeltessük a szőrét. És két pici cseppforma lehet a két szemöldök, mondjuk így. És akkor a fülek következnek, ugye jó nagy fülei vannak, itt én megint úgy szoktam, hogy bejelölöm magamnak azt a két pici pontot, mondjuk, hogy ekkora legyen a füle, jó nagy tényleg, itt is. És akkor utána már csak ezeket a vonalakat kell összekötnöm, így egyszerűbb, sőt még azt is megtippelhetjük, hogy kb. meddig érjen a fül. Tényleg jó nagy füleket érdemes rajzolni.
az egyik oldalra, és a másik oldalra. És akkor a füle belsejébe is lehet rajzolni. Ilyen kisebb formát, és akkor azt majd narancssárgára kiszínezzük. Úgyhogy el is készült a feje. A feje volt a nehezebb. A testét azt egyszerűbben fogjuk megrajzolni. A filmen elég nagy teste van ennek a vörös pandának, mi most ilyen kisebbet fogunk rajzolni. De olyat rajzoljatok, amilyen nektek tetszik. Egy görbe vonal, egy ugyanilyen a másik irányból is. Ha nem teljesen egyformák, az sem baj. Hát azért nekem ez túlságosan vastag lett, úgyhogy kicsit javítottam. És akkor a másik két láb, megint csak két görbe vonal, itt két egyenes, és összekötjük. Ide még behúzhatunk egy ilyen kis vonalat, és akkor készen is van a teste, és akkor már csak a farkát kell megrajzolni. Jó nagy bozontos farka van, erre is rajzolhatunk ilyen kis cikcak vonalakat, amit majd más színnel fogunk színezni. Ugye a csíkok lehetnek majd barnák, és a többi pedig narancssárga. Ugye el is készült a rajzunk. Én ezt most át fogom húzni fekete filccel a grafit vonalakat, nem muszáj, de egy jó új gyakorlat. Ugye vigyázni kell, hogy pontosak legyünk, hiszen ugye a filcet nem tudjuk radírozni. Ha nem húzzuk át pontosan, akkor ugye a filc vonal alól ki lehet radírozni a ceruza vonalakat. A szemöldöke, nagyon aranyos kis szemöldöke van, tényleg mint két kis csepp forma, és hogyha megfigyelitek, akkor eléggé magasan vannak a szemöldökök megrajzolva. Tehát viszonylag távol vannak, tehát nem közvetlenül a szem fölött vannak, hanem jóval magasabban. Jó az orra. Azt is áthúzzuk. És akkor jöhet a fej alsó része. Ide is be lehet tenni, hogy érzékeltessük a szőrét, ilyen kis, hát ilyen kis cikcakosabb vonalakat. Mondjuk ide, így. Ha látjátok, így. Jó. És akkor a testét már könnyebb áthúzni. A testét rajzolhatjátok nyugodtan jóval nagyobbra is. Ahogy nektek tetszik. És akkor mindjárt elkezdünk színezni. A színezéshez narancssárga és barna az a két ceruza, ami igazán szükséges. Főleg a narancssárga. Legyen jó hegyes, mert sokat fogunk vele színezni. Először itt a fülnek a belső részét. Itt nem nyomom rá annyira a ceruzámat, hanem inkább a ceruzának itt a lapjával színezek. Kiszínezem ezt az egész belső részt, és akkor itt most egy picit jobban rányomom. Ugyanígy a másik oldalt is kiszínezem. És ott is az egyik oldalon jobban rányomom a ceruzámat. Jó, akkor színezhetjük a fejét. Ugye ez narancssárga, úgyhogy azt kell tényleg sokat használnunk. Itt, ha látjátok, akkor vigyázok arra, hogy vonaltól vonalig színezzek. Tehát itt a szeménél is vigyázok arra, hogy ne menjek bele a narancssárgával. Sőt, a szemöldöke is fehér, úgyhogy arra is vigyázok, hogy kikerüljem. Igen. Hát itt minél nagyobban rajzoljátok, ugye annál többet kell színezni. Így, és akkor, hogyha kész vagyunk ezzel a felső résszel, akkor itt is egy picikét, itt az oldalsó részeken jobban rányomom a ceruzámat. Itt egy picit árnyékolunk. Másik oldalon is egy picikét. És akkor, ugye fehér ez a két szélső rész, úgyhogy itt a középsőt színezzük. Először szintén csak halványabban, nem annyira rányomva a ceruzánkat, tehát halványabb narancssárgával. Ha túl gyorsan haladok, színezek, akkor nyugodtan állítsátok meg a videót. Nem kell sietni. Színezésnél az a lényeg, hogy szép legyen, meg hogy azért élvezzük.
semmiképpen nem a gyorsaság a lényeg. Jó, tehát itt kiszíneztem ilyen halványabb narancssárgára, és akkor itt az oldalsó részekre megint jobban rányomom a ceruzámat, hogy itt sötétebb narancs legyen a szín. Jó, itt is. Igen, itt picit a feje alsó részénél is még lehet. És akkor kezdhetjük. Itt egy picikét a radírozom. Vigyázni kell, hogy ne menjünk bele a fehér részekbe. Akkor nem szép. És amíg halványabb a színes ceruza, akkor könnyebb kiradírozni is. Jó, és akkor a testét is. Először halványan az egészet narancssárgával. És utána majd itt-ott megint jobban rányomjuk a ceruzánkat. Ahol árnyékosabb egy picikét, ugye a mellső-hátsó lábak oldalánál, aljánál. Ott rányomjuk a ceruzánkat, és akkor ott sötétebb narancs lesz a szín. Jó, tehát először egy ilyen világosabb narancs mindenhol. És akkor most lehet itt a fej alsó részére egy kis árnyékot színezni. Mellső lábak alsó részéhez szintén. Sőt, itt oldalt is lehet egy picit, mondjuk. Megint kimentem egy picit a vonalból, erre vigyázni kell. Jó, és akkor ugye itt is oldalt, alul, jobban rányomom, megint alul, oldalt egy picit. És akkor még a farkincát színezzük. Jó nagy bozontos farka van, ugye a vörös panda nappal alszik a fákon, a fák ágai között, és a nagy bozontos farkát sokszor párnának használja. Két színnel színezzük ki a farkát, ugye narancssárgával, és mindjárt még a barnát is használjuk. Picit. Akármilyen barnát lehet. Ezt a két csíkot, a barnával érdemes kiszínezni. Már nincs sok hátra a színezésből. Ezt a barnát még fogjuk egy picit használni. A négy lábának a végére egy picikét rá lehet satírozni. Nem muszáj, de ki lehet próbálni. Hogyha egy picikét itt rásatíroztok, így, akkor talán egy kicsit olyan érdekesebb lesz a rajz, hogy a színeket keverjük a papíron, itt is egy picit a sötétebb barnával, itt is. És akkor ugyanezzel a sötét barnával lehet kiszínezni az orrát. És majdnem készen vagyunk, még a szürke ceruzát használnám egy picit a fehér részeknél. Itt lehet a grafit ceruzát is használni, amivel rajzoltatok. Egy nagyon picikét a szemöldöknél, itt a füleknek a szélét egy picikét, illetve itt a fejének az oldalán is egy picikét rá lehet színezni ezzel a szürkéssel, és az orránál is, így. Itt az alsó részen inkább. És akkor megnézzük, hogy elégedettek vagyunk-e a rajzzal, a színezéssel, és hogyha igen, akkor elkészült a vörös pandánk. Remélem, hogy tetszett nektek a rajz, a videó. Legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!